A mozgáskorlátozott parkolók nevükből adódóan a mozgásukban korlátozott vagy valamilyen fogyatékkal élő emberek közlekedésének könnyítését segítik. Ezek használata azonban nem mindenki számára egyértelmű, fogalmazott a rendőrség szóvívője. Nagyon sokan élnek vissza ezzel, hogy a mozgáskorlátozott parkoló igazolványt olyan emberek is használják, vagy olyan emberek számára is elérhetővé teszik, akik erre nem jogosultak. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben lehet csak a mozgáskorlátozott parkoló helyre beállni, hogyha a parkoló igazolványunk érvényes, és azt jól látható helyre a szélvédő mögé kitesszük, hiszen hogyha ellenőrzik ezt akár a közterületfelügyelet munkatársai, akár a rendőrök, akkor tudják azt meglátni, hogy jogszerűen állott valaki ebben a parkolóban. Az is előfordul, hogy nem az igazolvánnyal rendelkező személy utazik az autóban, ugyanis ő az iratát rokonnak, ismerősnek odaadja. Ez okirattal visszaélés bűncselekményét jelenti. Tehát erre szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a mozgáskorlátozott parkolóhelyeket csak és kizárólag ilyen esetekben használják, és mindig rakják ki az igazolványokat jól látható helyre az autóba. 65 ezer forint bírsága jutalma annak a személynek, aki ezt elmulasztja. Problémát jelent továbbá a várakozni és megállni tilos táblák helytelen értelmezése is. Ezek az autók is szabálytalanul parkolnak, hiszen az utca elején egy várakozni tilos jelzőtáblát helyezett ki a város, amihez egy kiegészítő jelzőtábla is tartozik, ami azt mutatja, hogy az útpatkára sem lehet felállni. Ebben az utcában sok problémát okoz az, hogy a járművezetők a megállni tilos jelzőtábla, illetve a várakozni tilos jelzőtábla hatálya ellenére parkolnak le a közelben lévő étterem előtt, illetve itt az utca szűkössége miatt pontosan ezért alakították ki ezt a forgalmi rendet, hogy minden közlekedő kényelmesen el tudjon haladni. A várakozni tilos jelzőtábla tudnivalóit ismertette a szóvívő. Ez azt jelenti, hogy a ki- és beszállás idejére meg lehet állni az adott táblának a hatálya alatt, illetve 5 percig, hogyha a járművezetője a járművénél tartózkodik, akkor szintén megállhat ezen az utcakaszon. A megállni tilos jelzőtábla hatálya a következő kereszteződésig, vagy addig terjed ki, amíg ennek megszűnését külön feloldó tábla nem jelzi. Ebben az esetben, hogyha valaki ilyen jelzőtáblát lát, akkor a jelzőtábla hatálya alatt nem lehet megállnia, kivéve akkor, hogyha forgalmi okból kell megállnia. Ez rendszerint azt jelenti, hogy dugó van, vagy éppen valami olyan szituáció, forgalmi szituáció alakult ki, ami arra készteti a járművezetőjét, hogy meg kell állnia. Ez nem jelenti azt, hogy ő tovább állhatott azon az útszakaszon, akár csak percekre leparkoljon, még akkor sem, hogyha az autóban tartózkodik. A rendőrség kéri a közlekedőket a parkolási szabályok betartására.